Üdvözlöm nézőinket Szerencsen és a Kistérség 17 településén. A Szerencsi Televízió adását látják. Kuruc Hajnalka vagyok. Műsorunk tartalmából. Húsvéti készülődés a lelkekben. A jó munkához idő kell. Munkaértekezlet a Miskolci törvényszéken. Szülők az iskolapadban. Változások a Tigáz ügyfélszolgálatán. Tánctoborzás a Bocskaiban. Építkezés a Kossuth téren. Akció az utakon. Győztek az óbudai kaszások. A húsvét a keresztények legfontosabb és legnagyobb ünnepe, amelyen a hívek Jézus feltámadását ünneplik. A jeles eseményre készülődés jegyében kérem hallgassák meg Darvas László, római katolikus plébános ünnepi gondolatait. Nagyon nagy ünnepre készülünk, a húsvétra. És nem véletlenül, hogy tavasz az az időszak, amikor a legnagyobb ünnepünket üljük, amikor a természet is megújul, és mi is megpróbálunk bensőleg megújulni. És a húsvétban megtaláljuk azt az emberiséget kínzó kérdésre a választ, hogy egyáltalán miért élünk. És mióta ember él a Földön, mindig keresték erre a kérdésre a választ. A húsvétban találjuk meg Krisztus föltámadásában. És Krisztus föltámadása igazából nem az ő életének egyik fontos eseménye most már, hanem a mi jövőnk, a mi életünk. És a feltámadásban megpróbáljuk mi is az egyéni életünkbe megélni azt az életet, amely a mindennapok kérdéseire, az emberi életnek a nehézségeire is megadja a megfelelő választ, hogy az életünk minden percének van értelme. Akár a jót tesszük, akár a rosszat, az beépül. Nem csak a saját, hanem a közösség életébe is. És mert a saját sorsunkról van szó, és mint minden fontos eseményre, történésre fel kell készülnünk. És ezt az előkészületet szolgálja ez a nagybőti időszak, amikor megpróbálunk nem csak a testi szemeinkkel nézni, hanem a lélek tekintetével látni önmagunkat, s a világot, s környezetünket. És ebben a húsvéti látásmódban kitárul az a belső horizont, amelyben megtaláljuk, mert hogy keressük, megtaláljuk az örök emberi vágynak a beteljesülését, a léleknek a békéjét. És így akkor az emberi szívnek a boldogsága nem pusztán csak vágy lesz, hanem megélt valóság a mindennapjainkban. És most ebben a nagybőti időszakban próbáljuk készíteni önmagunkat, mint egy átalakítani a saját belső világunkat, hogy ne csak ünnepeljük, de belsőleg megéljük nem csak Krisztus föltámadását, hanem a mi életünkben az új embernek a megszületését, új embernek a feltámadását. És megpróbálunk ebben a nagybőti időben most olyan programokat rendezni, amikor még mélyebben önmagunkba tudunk nézni. És az utolsó héten, virágvasárnap előtti héten, azaz 26-án lelki gyakorlatot tartunk, utána a héten minden nap a Kisboldogasszony templomban 17 órától, a hétfői napon a gyermekek számára, keddi napon nők számára, szerdán a férfiaknak, csütörtökön a családoknak, pénteken az idősek, betegek számára, és egyúttal akkor ott ki is szolgáltatjuk a betegek szentségét, és a szombati napon pedig az ifjúságnak lesz egy befelé néző lelki gyakorlat. És ezzel próbáljuk elkezdeni a nagy hetet, a virágvasárnapot, amikor arra emlékezünk, hogy Krisztus bevonult Jeruzsálembe, készülve a legnagyobb áldozatra, hogy maga az Isten vállalta az emberi élet minden szenvedését, erőt adva mindannyiunknak, mi pedig arra készülünk, hogy virágvasárnap Krisztus a mi életünkbe, a mi lelkünkbe vonuljon be. Aztán következik a szenvedési időszak,
nagy csütörtökön az utolsó vacsorára, az oltári szentség alapítására emlékezünk, nagy pénteken Krisztus szenvedésére és halálára, és megpróbáljuk úgy megünnepelni, hogy nem kívülről nézve Krisztus szenvedését és halálát, hát ott vannak a keresztek a mi életünkben is. Megpróbáljuk együtt végezni, együtt megélni azt a megváltást, amely nem általában az emberiségnek adott valamit, hanem úgy próbáljuk megélni, hogy az nekem szól. Ott van az én keresztem, ott van az én életem. És a nagy szombat, a feltámadásnak az előestéje. Egy befelé néző, de már valahol a halott Krisztus sírjában már ott pislákol a feltámadásnak, a húsvétnak a fénye. És megpróbáljuk önmagunkba feléleszteni azt a belső örömet, hogy az ünnepben mi magunk is a természethez hasonlóan örömben ki tudjunk nyílni. És az ünnepek elmúltával, igaz, belépünk az egyszerű hétköznapokba, de már más lélekkel, mert a hétköznapok megszokottak lesznek ugyan, de ünnepi lélekkel próbáljuk azokat megélni. És akkor a lelki világunk, a belső látásmódunk megújítást, lélek átalakulást nem csak követel, hanem meg is hozza mindannyiunk számára. És utána, ahogy múlik az idő, úgy fokozódik bennünk a várakozás, hogy igaz jót akarok, igaz felkészülök, de emberileg gyenge vagyok. És akkor megint várom, hogy az én jó szándékom, a jóra törekvésem mellé lépjen maga az Isten. És ez történik a pünkösd ünnepében. Akkor, amikor az én gyenge emberi erőmet, az isteni hatalom, a Szentlélek lesz az, aki megerősíti. És az élet mindennapjában érezni fogom, hogy soha nem vagyok egyedül. Mármilyen nehéz is a kereszt meg az élet, de tudom, hogy a Szentlélek kegyelme, vagyis Isten életemben való jelenléte, az mindig valóság lesz. És hogyha ezzel a lelkülettel, összeszedettséggel, igaz emberi vágyal készülök ennek az ünnepnek és ünnep sorozatnak a megünneplésére, akkor érezni fogom önmagamban is a léleknek a megújulását, hogy nem csak a természetben, hanem a saját egyéni életemben is megjött a tavasz.